Mammográfiai vizsgálatra várnak ezek a nők az egészségfejlesztési iroda előtt állomásozó szűrőkamionnál. Városunkban ugyanis már 4 éves hagyomány, hogy a 45 és 65 év közötti nők számára ingyenesen biztosítják azt a vizsgálatot, amellyel az emlőrák már a korai, még nem kitapintható szakaszában is megállapítható. Ezzel pedig jelentősen növelhető a túlélési esély. Ennél a daganatos betegségnél a klimaxon és a menopauzán átesett korosztály a legveszélyeztetettebb, ezért számukra 2 évente küldenek úgynevezett behívást, amellyel térítésmentesen vehetnek részt a szűrésen. A vizsgálatot a dunaújvárosi nők is fontosnak tartják. 2 évente a behívásokra szoktam eljönni. Rendkívül fontosnak tartom, hogy minden nő odafigyeljen a saját egészségére, mert nem csak a kellemetlenségektől kíméli meg önmagát, hanem a családjának is nagyon jót tesz az, hogy épségben, egészségben együtt élnek hosszú ideig, ameddig csak lehet. A szűrőkamion február 23-a óta várja az érintetteket. A kint állomásozó egészségügyi dolgozók az elmúlt napok statisztikája alapján arról számoltak be, hogy eddig a behívott nők jelentős százaléka megjelent a vizsgálaton. Eddig az volt a tapasztalatunk, hogy 40-50% között jelentek meg a hölgyek. Most úgy tűnik, hogy 50% fölött lesz az arány. Tehát még mindig vannak nagyon sokan, akik nem élnek a lehetőséggel, de egyre többen fölismerik azt, hogy erre tényleg szükség van, és a saját érdekük, hogy ezeken a vizsgálatokon részt vegyenek. A szakemberek azonban nem csak az ingyenes szűrést biztosítják a nők számára, akinél daganatot észlelnek, azonnal tovább küldik a szükséges kiegészítő vizsgálatokra, valamint tanácsokkal látják el a további teendőkkel kapcsolatban. A kamion évente többször is várja az érintetteket, idén ez az első alkalom. A vizsgálaton egészen március 27-ig vehetnek részt a 45 és 65 év közötti nők, minden hétköznap reggel 9 órától délután 3:30-ig.